Na szavaztok, folytatjuk a Stalker 3-at, és eljött a kiméra vadászat ideje. Készen állok. Oké, gyerünk. Gyerünk. Igen. Vorsicht, wir müssen wirklich leise sein. Sie darf uns nicht hören. Csöndben kell. Oké. Okay. Ja, közben még eladtam pár dolgot videón kívül, ezért van 24 ezer pénzem. Ebben nincs sok lőszarom, az a baj. Ebben nagyon kevés lőszarom van. Kommt dieser Bestie nicht zu nahe. Chimären wittern euch eine Meile gegen den Wind, selbst wenn sie schlafen. Na tehát. Nem szívesen használom ezt a fegyvert, mert rendkívül kevés lőszerom van hozzá. Igaz, hogy messze ez a legjobb egyelőre. Azt mondták, hogy csendbe kell. De hogyha mondjuk, hogyha észrevesz, akkor jön ez. Az lesz az. De én ilyeneket már öltem. Vagy nem? Mr. Schlift, perhaps a guten Tag. Fire! Das war's. Wir haben den Job erledigt. Machen wir uns auf den Weg zurück. Vergiss nicht, kurz bei Trapper in der Janov-Station vorbeizuschauen und ihm zu sagen, dass die Sache mit der verletzten Chimäre erledigt ist, damit du deinen Anteil bekommst. Okay. Igen. Kapott tárgyak, SPSA 14. Megcsináltok ezt a szerény trófea személyes ajándék. Ez a szerény trófea személyes ajándékom. Mehetett volna simában is, de semmi gond. Ahogy vadász mondja, ha tapasztalat van, minden van. Jut eszembe, Janovba tartasz? Jó volna megmondani vadásznak, hogy a kimére elpusztult. Én egyelőre a Skadovszkon maradok, megvárom, hogy rák jobban legyen. Akarsz velünk jönni? Ami azt illető... Nem. Én még kószálok egy kicsit. Hol a túróban vagyok ilyenkor? Smaragd! Én azt mondom... Nem, itt már jártam egyszer, ugye? Ezt a területet, mintha már egyszer átkutattam volna. Jól emlékszem? Na, igazából ebben az epizódban az lett volna eredetileg a tervem, hogy megcsináljuk ezt a kiméra küldetést, akkor még nem tudtam, hogy milyen hosszú lesz. És utána akartam egy utolsó kísérletet tenni a fűrészmalomnál, mivel ez csak 3 percet vett igénybe, ez a küldetés, így szerintem teszek még egy utolsó kísérletet a fűrészmalomnál, és reménykedem abban, hogy ezúttal a kedves kitörés nem fog beleköpni a levesembe ezúttal, de aztán ki tudja. A Shevchenko. Most hova kell menjek? Mit mondott a csávó? Oda. De én először... Én vissza akarok menni a fűrészmalomba. Mert most talán nem lesz kitörés, mert nemrég volt az előző, ugye, amikor visszamenekültem a
külföldi szállásra. De aztán ki tudja. Nem jó fele megyek, mert nekem arra kell menni. Nem tudom, hogy ezúttal mire számítsak. Legalább most fog feljönni a nap, úgyhogy hamarosan lesz világítás is. Ó, jó, itt sehol nem túl mély a víz, oké. Át tudunk simán sétálni. Ez jó hír. F-öt? Így né. Ajaj! Granáta! És hallom itt... Mi? Jajajaj! Állj meg, Léci! Hadd beszéljek veled! Извиняй, конечно, но тебе оно все уже без пользы. Аз. Йо, окей, уэй, я вадюк. Át szeretném egyszer kutatni ezt az átkozott területet. Zombajcs. Ej, azt mondja, ej! Au! Mentőláda. Nem. Yeah.
Echo detektor. Várjál, mi nem kell nekem innen. Ezeket kitározzuk, és akkor el is dobjuk őket. Eldob. Hülyeséget csináltam, mert őt nem kellett volna eldobjam. God, most visszavettem mindet. Na, őt nem szabad eldobjam. Jó. Na, hát ebben voltam most. Van még egy kötsög. Itt esetleg valami. Ott itt a szíhír, ugye? Na, semmi. Jó. Akkor nézzük meg azt az épületet. Nem tudom, hogy lehet, hogy be se tudok menni. Jó, akkor viszont... Na. Így. A kenyér az mindig jól jön. Hát, eltesszük ezeket is, vérzés csillapító. Ezt meg azért rakom el, hogy kitárazzuk, és hogy utána eldobjam. Hát nézzük ezt is. Az e-mail. Igen. Dankeschön. És itt van. Szerszámok. Ennyi. Na, jó volt a megjegyzésem, vagy jó volt a megjegyzésem? Nem véletlen köcsögösködött annyit a játék első két próbálkozásnál. Ez kell. Ezt mindjárt kitárazzuk. Eldobjuk, és ezt is. Ez az, és ezzel vissza tudunk menni a csávóhoz. Ifjú technikus szerszám készre. Finom munkához alig ha megfelelő, de tekintve akkor a hiány a szerszámokból ügyes technikus hasznukat veszi. Anyád! Ő
Érzés... Állítjuk. Lőszar, lőszar. Ez is. Ez is. Ez is. Igen, és akkor... Kitárazunk. Kitárazunk. Így. Né. Ez az. Ez mennyit nyom amúgy? 2,5 kiló, aha. Tegész 56, hohoho, ez az, ez az, ez az. Azért most már jóval több lőszarunk van. Ez 545x39, 50, aha. És ez kell ebbe, ugye? 545x39, ez nagyon jó. Ohohoho, 589 lőszer ehhez. Nagyon szép. Ez az. Jó, akkor... Tökéletes, ezért jöttem ide. Ez siker, ez teljes siker volt. Ott voltam már egyszer, ugye? Ott nem volt semmi. Ott voltunk az előbb. Hol nem jártunk még itt a felsőt? A Shevchenkóban jártunk? Azt hiszem ott is jártam, ha jól emlékszem. Fenyő, anomáliákhoz nem akarok menni, benzinkútnál jártunk, azt tudom. Anomália, anomália, régi bárka. Igen, ott volt az a, az a... az a köcsög, akinek van ilyen mutáns házi állata. Daruk. Pff, hát akkor... Szennyvíztisztítót átnéztem én rendesen? A másik kérdés, ami felmerül bennem, hogy ugye egyszer már kipucoltam a szennyvíztisztító telepet, ott volt a hatalmas nagy tűzharc. Ha most én, tegyük fel, visszamennék. Vajon visszaszpónolnak az ellenfelek, vagy továbbra is halottak azok, akik ott, akiket ott leszettem? Vaserdő anomália. Alállomás. Cirkusz anomália. Dédi fenség. Na minden esetre én azt mondom, hogy... Tudod mit? Nézzük meg ezt az alállomást. Vagy esetleg mi ezt a vaserdő anomáliát, ez most nem tudom hirtelen melyik. Arra, aha. Akkor induljunk el arra. Mennyi most a játékban? Ó, csak 80. Ez teljesen jó. Nagyszerű. Illetve akkor azt a mellékküldetést még befejezhetném, elviszem a hírt annak a nem tudom milyen csávónak. Nálatok van valami érdekesség? Hello? Petya? Matvej? Neki el tudnék adni pár dolgot. Tessék. Ezek nekem nem kellenek. Ez pisztolylőszer, ez sem kell. Kapsz pár ilyet is. Így né. Hát az 1537. Így né. Jól van, szavasz. Ő is adott egy kis pénzt, egy kis útravalót. Tudod mit? Fuck it. Menjünk oda. Ja, hogy az arra van. Várj, ez most más. Hé? Én nem azt jelöltem ki... Várja, most mi történik?
Most miért arra mutat, amikor... Amikor... De én ezt jelöltem meg. Akkor miért nem arra mutat a mini térkép? Látod? Arra kellene mutasson, ott bal felül. A nyíl nem arra mutat, amerre kéne, de miért nem? Ez most milyen műsor? Nem, bebágzódott a izé? Nagy rendszer? Vagy most mi van? Most miért erre mutat? Azért, mert felszedtem ilyen kis szerszámkészletet, ugye? Jól van. Vigyük el oda. Menjünk vissza a főhadi szállásra. Hát, ha most fel tudok oldani néhány pluszfejlesztést. Nem biztos. De furdal a kíváncsiság. Aj, de bírom, hogy 10 méter után kifullad a csávó. Aj, Istenem. Igen, itt szedtük le ezt a dögöt. Ja, ezért nem mutatom a főhadi szállásra. Na mindegy. Akkor menjünk először oda. Azt mondom. A játék azt akarja. Közben megint van egy kisebb csatapaté a mutánsokkal. Na, boldogulsz öreg, vagy segítsek? Boldogul, oké. El tudta intézni végül is, hú de csúnya ez a kutya. Nem ez a csáv... Nem ezzel mentünk az előbb közös misszióra? Szerintem ő az. Gonta, az hát. Halló, du. Halló. Hallo. Hallo. Weidmannshall. Na, visszaért, látod? Visszaért. Kipihentem tűz. Az jó. Na, osztam neked alles valamit. Klar. Osztam neked szerszámokat. Nem rossz, miért? Egyszerű munkához valót. Kaptam egy 1000 pénzt, vigyázz ezt a kardának, ne? Hát ezzel nem adottam fel semmit. Konkrétan. Tika irányzék rögzítő. Jó. Ragd rá, én bánom. Hát ezzel semmit nem oldottam fel. Aj, de kár. Szemétség. Ja, hogy neki... Ja, várjál. Most komolyan vodka kell neki? Aj, Istenem. Egyszer már kaptál, te szerencsétlen. Alkoholista disznó. Kitől hozzak? Kinél van? Tessék, egyet veszek, igen. Egy. Kösz. Komm einfach vorbei, wenn es etwas Interessantes gibt. Die Skadovs wird hier warten, so viel ist sicher. Na, most már hajlandó vagy? Auf eine ruhige Hand beim Zielen. Ja doch. Most már hajlandó vagy...
több fejlesztést csinálni? Hm? Örülnék, mert ez az, látod, megy ez. Visszarúgás. Igen, csillapító az mechanika. A mechanizmus mozgó alkatrészén egy csillapítókkal történő ellátás biztosítja, hogy tüzelés során a cső kisebb mértékben mozduljon a cél irányába, a kezelhetőség plusz 10%. Ezt is kérem. Ezt is kérem. Monoblock szállak, megbízhatóság, ezt is kérem. Ezt is kérem. Megbízhatóság, ezt is kérem. Súly, ezt is kérem. Pszichvédelem. Jó, biztos, ezt is kérem. Na, most már picit elvileg fejlődtünk. Ezekhez mi kell? Azt, hogy a technikus a finom munkához való szerszám készletre van szüksége. Aha, tehát a vodkára van szüksége. Jaj, de jó. Jó, tehát a vodka az nem lesz gond, mert itt van a csávónál. De a finom munkához való szerszám készlet. Na, azt is meg kéne találni, és akkor ez meg harmadik, ugye? Kalibráló szerszám. Aha, igen. Tehát három különböző, három oszlop, három különböző kategória. Három különböző típusú szerszámkészlet kell a különböző oszlopokhoz. Jó, értem. Várjál. Hoho! Odáig, hát ez még nincs is feljavítva. Megbízhatóság. Természetesen. Visszarúgás. Igen. Kezelhetőség. Igen. Súly. Igen. Legyen ez is. Igen. Maximális. Ezért... Állapot. Nagyon jó. Irányzék. Jó. Hát már csak 37,7 kilót nyom minden. És gondolom ezt majd még feltételezem, tudjuk tovább csökkenteni, nem? Kezelhetőség, tűzgyorsaság, pontosság. Öcsém plusz 20%. Oké, ezt meg kell találni a finom munkás készletet is. Tűzgyorsaság... Lehet majd még tovább? Szállítós súly 10 kiló, mi van? Nem, az nem mínusz 10, vagy mi? Vagy 10-el megnöveli? Mondjuk az nem lenne rossz. Igen, tűzvédő blablablablablablá. Jó állóság, nagyon sugárvédelem. Nem, tovább nem lehet csökkenteni a súlyt. Egyiknél se. Na mindegy, későbbi fejlesztések is majd jól fognak jönni. Oké, nagyszerű. Nagyon jó. Ez nagyon jó. És akkor most csinálunk egy olyat, hogy elmenjünk a B28-as kivonási pontra. Ójá! Bújá! Brüm-brüm! De most... Hé? Áruljátok el, hogy miért nem jelzi? Ki van jelölve? De a mini térkép miért nem jelzi? Én ezt totál nem értem. Itt jelez valami, de mi? Hé? Itt jelez valami sárgával. What the fuck?
De miért itt? Nézd a minitérképet. Itt jelöl valami sárgával. Ezek nem olyan fajták, ugye? Ami nekem kell. Aha. Mindegy. Ezt most... Merre kell menjek? Hát nagyjából arra. Jaj, megint át a hídon? Nem szívesen mennék át azon a hídon. Úgyhogy... Majd a kikötői daruknál lemegyünk erre fel, a szennyvíztisztító telep fele. És onnan majd tovább megyünk erre, délfele, és onnantól keletre. Jó. Prometheus filmszínház. És tehát a daruktól délre. Értem. Látod, és megint a főhadi szállás mutatja a minitérgép. Egyszerűen totál nem értem. Tehát ez a... Ez a célpont kijelölés a térképen, ez konkrétan egyáltalán nem működik. Tehát úgy semennyire sem működik. Sajnos. Most miért van ebben ilyen kevés lőszerom? Ja. Ebben viszont van bőven. Látod, tehát nem, ott nincs ki, nem jelöltem ki ott semmit, az égvilágon semmit. Miközben... Ezt ugye, ez látod? Ez ki van jelölve? Ott villog is. Látod? De a minitérkép a főhadi szállást mutatja. Hogy arra menjek, tehát ez szerintem ez a... Szerintem ez... Én feltételezem, hogy ez egy bug. Tehát ez a gameplay feature, ez így konkrétan broken. Tehát ez nem működik. Aj, de kár. Menjünk egyszer erre. Az a csávó, komolyan mondom, 10 méternél többet nem tud futni. Nem, de bánatom. Tehát mi... Hé? Ott mi történik? Mik ezek a függőleges vonalak? Vagy nem tudom, minek nevezem. Az a képi torzulás, az mi? Mitől van ez? Ott is valami anomália van? Nem tudok másra gondolni hirtelen. Jól emlékszem. Erre lesz a szennyvíztisztító telep. Most nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy, amit mondtam az előbb, hogy azok a csávok, akiket egyszer már ott lemészároltam, konkrétan kipucoltam az egész szennyvíztisztító telepet, hogy azok most visszaszponoltak-e, vagy továbbra is tiszta-e a terep? Tehát, hogy én bemehetek-e most ide, vagy újra tűzharc lesz? Vagy lenne? Halló? Egyébként szerintem itt nem spawnoltak vissza, mert akkor már szerintem kaptam volna. Látod? Már a hullák mondjuk eltűntek, de szerintem nincs itt senki amúgy. Az a gyanúm. Aha. Jó. Ennek... Ó, várjál, mi van? Ennek nagyon-nagyon örülök. Ez jó hír, mert ebben reménykedtem, hogy ne spawnoljanak vissza, mert így a jó. Ha egy területet egyszer kipucol az ember, akkor az maradjon is tiszta. Várjál, ez... Nem emlékszem rá, hogy ezt a területet átnéztem volna úgy alaposan. Thank you.
Sincs senki. Jó, nagyon jó. És akkor ide nem lehet bemenni, ugye? Nem lehet, bizony. Várja? És abba a kis bódébe ott elől? Oda be lehet menni? Igen. Be lehet, csak nincs itt semmi. Nagyszerű. Na, jel csak. Itt lent valami? Akármi, akárki? Itt van egy ilyen alagútrendszer. Oké. Erre is jöhettem volna akkor ezek szerint. Több kijárat is van. Itt megyek föl egyszer. Nem tudom, hogy hol kötök ki. Aha. Aha. Oké. Na akkor azt mondom, hogy kajás a csávó. Egyél egy kenyeret. Egy. Nézzük át itt a területet. Most már nyugodtan, nyugodt körülmények között. Igen, itt vettem fel az információkat. Itt volt ugye a Noti. Illetve még kettő PDA, amit eladtam a... hogy hívják, Bagolynak. Jó, itt fönt tehát nincs semmi. Jó. Fönt semmi. No. Ez sem nyert. Oh, hello. Oh, hello. Hello, mi? Oh, hello, mi? Bár ezek 19 millis lőszarok, az nekem pedig nem kell. De nem baj. Majd el fogom adni őket. Legalábbis kis... pénzt fognak hozni a házhoz. Polcokon semmi. Aha, semmi. Aha, persze, hogyne, semmi. Ja. Látod le. Ó, hello, mi? Még hogy semmi? Látod, látod. Viper 5. Ezt egyszer eldobjuk. De hogyha sokáig nem mozdulok, akkor... ugye a Far Cry 2-ben szimplán ilyen... olyan animáció volt, hogy csak így megnézte a fegyvert más szögből. Itt viszont olyan, mintha mindig újra tölteni. De egyszer már tele van töltve, akkor... nem tudom... olyan, mintha még egyszer újra tölteni. Nem csak szimplán megnézi, hanem még egyszer újra tölti. Nem tudom, hogy miért. Na mindegy. Jó, szerintem itt úgy látom, hogy... itt lent sincs már semmi. Nuku nyista. Hát oda föl most nem mennék. Ne! 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 Nem lehet ekkora köcsög a játék! És most hova menjek a kitörés elől? Hova a lócitromba menjek a kitörés elől? Hova?
Igen, az ott menedék, tényleg? Akkor jó. Elvileg ez itt menedéket nyújt ez az épület. Azt mondja nekem a térkép, hogy ez itt menedéket nyújt. Tudod, hogy mi nyújt menedéket? Most jutott eszembe a... Na... A... Ez itt. Legalábbis most... Nagyon remélem, hogy ez... Ez menedéket nyújt. Ennél jobban nem tudok itt elbújni a környéken. A föld alatt is vagyok. Tehát... Látod? Elvileg itt ide nem érhet el a kitörés. Úgyhogy most nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt most mi lesz. Elvileg itt biztonságban vagyok. Úgyhogy most egy kicsit várunk. Addig nézzük meg az inventory-t, hogy mi a helyzet. Na, elkezdett fehéredni a kép, jó. Illetve hát nem jó. ...44 kilónál járunk. Ez az. Ez 56-os, 5,56. Jó, van 258 lőszar. Ez a nagy mordájhoz. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. Örülünk, Vincent. Hűha. Aha, úgy tűnik ez a menedék itt tényleg működik, mert most ugye nem piros a kép. Jó. Ez itt úgy tűnik, hogy oké. Ezt majd megpróbálom észben tartani, hogy a szennyvíztisztító telep is menedékhely. Ezek milyen lőszarok? Aha, ez pisztolylőszar. Habár most piros a kép, de nem megy le az életem. Egyelőre. Ez mi volt? Ez az! Na! Erről van szó. Most 11.31. Több. És megyünk oda. Azaz. Arra. Arra kéne haladjak, hogy úgy arra. Így erre. Úgyhogy elnézünk erre. Ja, nyomok egy mentést, biztosan meg biztos, ha már sikeresen túléltük a kitörést, akkor az nagy szenzáció. Ez nem tudom mi volt. Erre nem tudok kimenni? És nem tudom kinyitni ezt a kaput? Nem. Fantasztikó. Akkor elmegyünk a másik irányba, valahol csak el tudjuk hagyni ezt a telepet. Mármint az új... Az új irányba. Csak el tudunk menni délfele. Délfele, érted? Mindjárt dél van a játékban, kac-kac. Arra ki... Jaj, nem már, most... Hé? Most ez azt jelenti, hogy... Nem mehetek át a...
Tehát itt van egy határ, és nem mehetek le tovább, miközben a misszió azt mondja, hogy oda menjek. Plusz a mellékküldetés is azt mondja, hogy menjek még délebbre. Akkor hogy menjek itt délebbre? Hogy menjünk itt délebbre? Valam nem baszol ki játék. Valam nem baszol ki. Várjál, nyugi, semmi baj. Töltsük fel a staminát. Még egy próbálkozást teszünk. Ja. Aha. Láthatatlan fal. Oké. Itt nem enged előre ugrani és előre menni. Hát ez érdekes. Ez bizony érdekes. Arrafelé még nem tudok tovább menni, akkor... Jó, én megtalálom az utat délre. Valahogy el lehet jutni délre. Ez egész biztos. Valahogy el kell jutnom oda. Hiszen arra vannak a küldetések. Aj, Istenem! Ez a csávó, ez... Nem egy sportoló. Erősek voltak. Itt? Áj, itt sem tud felmenni. Jó. Értem én. Valahol biztos, hogy el lehet jutni délnek. Aha. Hát erre nem megyek a szétszöntség, mármint oda le. Nincs az Isten. Mi újság a zónában? Hát én inkább logikusan azt kérdezném tőle, hogy hol lehet eljutni a déli területekre. Hogy hol van egy járható út, vagy egy átjáró, vagy akármi. De hát olyan lehetőséget nem ad a játék. Ez viszont kell. Cserébe megkapod ezt. Mit szólsz hozzá? És megkapsz két ilyet. És... Ilyet. Kösz! Halló, du! Halló! Na, most kaptam még egy kis lőszart. Visszakaptam azt a lőszart mennyiséget, amit az előbb ezekre a fura lényekre el kellett pocsékolnom. Valahol át lehet jutni délre, ez hétszentség. Csak még nem találtam meg azt a helyet. Váltam el. Itt már jártam, ugye itt hoztam nekik kaját, és cserébe ugye... Cserébe itt mászkálhattam a területükön. Ugye ez az a hely. Igen. Ez az a hely.
Így van. Ők cserébe ugye nem bántanak. Jajjó. Náluk viszont nem volt semmi, arra emlékszem. Itt nem találtam semmit. Úgyhogy megyünk is tova. Vesszük a nagy mordájt. Mutánsok ellen az hatékony. Ahogy tapasztaltuk. Az előbb lövöldözött a csávó. Nem tudom, túlélted, öreg? Most itt kinyert? Szerintem a... Hát a nem a csávó nyert. Úgy látom. Nem ő. Megbosszultalak! Megbosszultalak! Nyami! Gránát nem... Úgy sem használok gránátokat, azért is tartottam meg csak 2 darabot kb. Itt láttam az előbb egy másik emberi holttestet, azaz. Ó, ez kell, ez is kell. Ezek rendkívül fontosak. Itt is van egy. Nagyszerű. Na most, ezeket itt kitárazzuk. Ezt is. Igen, ezt is, és ezt a kettőt akkor el is dobhatjuk. Így. Oké. Oké. Na, ennél a nagy mordánál viszont nem tölti újra. Itt is... Aha, látod? Látod? Itt nem tud fölmenni. Itt is láthatatlan fal. Á, Istenem! Most hol a túróban vagyok ilyenkor? Vaserdő anomália. Ott talán esetleg... nem tudom. De fura, hogy nem enged le a déli területekre. Lehet azért, mert először azt a gáztartályos izét kéne megcsináljam, de hát az elméletileg mellékküldetés, szóval... Most eléggé értetlenkedem azon, hogy miért nem mehetek le a déli területekre. Nem értem, hogy őszinte legyek. De feltételezem, hogy valami hasonló szisztéma lehet emögött, mint a Far Cry-okban volt, hogy... valamilyen missziót meg kell csinálni ahhoz, hogy itt tovább mehessek. Jó, itt volt az a dobozokat dobáló köcsög, ugye? Itt volt az a... Az a... Oh-oh. Danyko Homérosz. De most akkor én... Bemehetek, úgyhogy ne sem bajom, vagy... I don't know. De most hogy menjen? Hogy jussak el oda hozzá? Hello, Danyko! Mi van veled? Téged miért nem bánt ez a genyó itt? Tényleg őt miért? Azt a kék genyót le lehet lőni? Nos,
Te most lelőtted azt a kék genyót? Bocs. Hát ez át, kösz, haver. Én nem tudtam, hogy le lehet azt lőni. Ja. Hátájnak lepe. Na, hát ezt jól tudni, hogy ezt... Az elektromos kisüléseket le lehet lőni. Jó. Oké. Nem akarom megérteni, de jó. Ez jó hír, mert akkor itt békén hagy minket, és nem fogja megint a pofámba dobni a dobozokat, úgyhogy ez jó hír. Ó, nézd már. Lőszar. Na já, kitárazzuk, azt eldobjuk. Kellene itt még valamit találnom? Tudod, mit kéne még megtaláljunk? Azt a kettő darab kulcsot, ami kell a ládához a hídon. Ez mi a túró? Valami kiáll ebből a helikopterből. Vagy azokat a kulcsokat hol találjuk? Fingom sincs, elképzelésem sincs. És még csak utalás sem tette arra a játék. Na, várja. Így. És akkor egy ilyet elhasználunk. Ez az. És már is nem vagyunk sugárfertőzöttek. Oké. Mentés. Nagyszerű, eddig jó. Na, hát amikor itt vizsgáltam a helikoptert, ha akkor tudom, hogy le lehet lőni ezt a elektromos köcsögöt, akkor lelőttem volna. Ejha. Akkor a tekercsek, te jó Isten. Halló? Oh, hallo, was ist hier? Ott van valami, ott van az egy pisztoly, nem? Ha igen, nem, jó, nem kell, oké, nem kell. Oh. Ki akarom én ezt nyitni? Ki kell nekem ezt nyitni? Belépőkártya szükséges. Ajaj. Lehet, hogy ez az átjáró a déli területekhez? Talán? Lehetséges volna? Miért ne? Kapcsoljam le a zseblámpát, nem kell itten. Já. Amúgy eléggé bele lehet merülni ebbe a játékba, tehát van egy nagyon egyedi atmoszférája. És tényleg, hogyha nem lenne ez az átközött nagy kitörés, ami nagyon-nagyon megtöri ezt az atmoszférát, mert játék mehetett, akkor sokkal-sokkal jobb lenne. Mert nyilván akkor is nagyságrendekkel jobb lenne, hogyha technikailag is rendben lenne a játék. De figyelj már! Veled nem tudok beszélni. Aj, már megint sugárfertőzött lettem, mert ez hihetetlen. Most ettől, elektromos kisüléstől sugárfertőzött leszek? De ez milyen műsor? De itt sem tudok átmenni a déli területekre. De... Már pedig ez itt a pálya széle, látod? Ah. Hát tudok vajon menni itt a kerítés túloldalára? Most ez a... Aha. Ja Istenem! Nem, láthatatlan fal!
Nyomom az előrét, de nem. Most meg a sprintelek. Látod? Nincs itt semmi, csak láthatatlan fal. Oké. Okay. Hát ez szomorú. Ez csalódás. Hát akkor na várjál. Ez azért baj, mert én nem tudok tovább menni, konkrétan. Tehát az összes küldetésem, az az egy mellékküldetés és a fő küldetések is mind a déli területeken vannak. Hát látod, ugye? Tehát, hogy mindegyik ott van. De nem tudok átmenni. Tehát, hogy most így WTF. Ötletem sincs, elképzelésem sincs, hogy... Jézusom! Ki az? Szerintem nem véletlen mutatja sárgával a... mi a nevét? A főhadiszállást, de miért? Tehát, hogy... Elvileg akkor... Valakivel ott kell beszéljek, de hogy kivel, elképzelésem sincs. Mert érted, a másik az, ha már a minitérkép jelzi, hogy figyú hülye gyerek, arra menj, ez baj. Ezt hogy érted túl öreg? Ne haragudj! Kettőt beleküldtem és túlélte. Hihetetlen. Ja, szóval tehát, hogy... Hogyha a minitérkép jelzi, hogy arra... Akkor itt miért nem jelzi sárgával? Tehát, hogy akkor látnám, hogy pontosan kihez kell menni, és kivel kell beszélni. De így... Nem, ez a... Most nem tudom, értem, hogy mondjam magyarul, de ez a quest marking rendszer, ami jelző, ugye segít a térképen eligazodni, melyik küldetés merre van, ez egy totális katasztrófa játékban sajnos, azt kell, hogy mondjam, nagyon nagy kár érte, mert ez így konkrétan tényleg emiatt használhatatlan, ez a feature, és ilyenkor hol vagyok? Antenna komplexum, de itt már voltam, ugye? Én itt azt hiszem egyszer már jártam. Ismerős ez a hely. Szerintem itt már jártam egyszer. Igen, itt találkoztam először azokkal. Igen. Meg itt volt egy küldetés is erre, emlékszem. Akkor jól emlékeztem, hogy erre már jártam. Hát akkor igazából... Nem... Nincs más választásom, mint hogy visszamegyek a főhadiszállásra, és megnézem, hát körbe kérdezek mindenkit, hogy a WTF. Azt hát, ha lesz egy olyan csávó, aki segít tovább jutni, vagy nem tudom. Mert most itt igazából... Tanástalan vagyok teljesen, hogy miért nem lehet átmenni a déli területekre, meg hogy mit kell ahhoz csinálni, meg hogy most a mi térkép miért sárgával jelöli a főhadiszállást, tehát hogy számomra ez így nem logikus, ez a quest marking. Meg hogy érted, tehát csinálom a mellékküldetést, és egy adott mellékküldetés
rész feladata az, hogy menj le a déli területre, és vidd el az üzenetet XY-nak, de oda nem... Nem tudsz még eljutni. Tehát, hogy ezt sem értem. Hogy akkor miért így van felépítve az a küldetés? Miért raktak bele olyan részfeladatot, amit nem tudok még megcsinálni? Ja, hogy te vagy az! Kicsit megijedtem. Most már nagyon, nem olyan nagy a pofád, te... de ronda a segged. Ja, szóval ez a... küldetésrendszer és a... térképen való jelölés, ez... Ez borzalmas. Ott jelöli sárgával, nézd csak! Fönt kell beszéljek valakivel? Ott jelez egy emberkét. De hát honnan tudjam, hogy most az melyik ember... Na, várja. Kék... Ott van egy kék ember, a mini térképen lehet látni, de hogy az... az ki? F5. Hey, Stalker! Wie geht's? Te vagy... Várjál, te vagy az, ugye? Na várjál csak! Mesélj magadról... Hova tudsz elvezetni? Várjál, a Janov állomáshoz, nem messze a Jupiter üzemtől, tehát vele kell beszélni, jó? Onnan meg vissza a Skadoszról. Én inkább megtanulok egy útvonalat rendesen, mint hogy azt állítsam, többet is ismerek. Van pár térképen van az Attól és Jupiter közötti területről. Meg akarod nézni? Mennyibe kerül elmenni a Janov állomásig? Mennyibe kerül? Sajnos az jó messze van, ezért 3000! Na menj a francba. Van egy térképem. Hadd lássam, helyes, jó, részletesek. Az én szakmámban a részleteken élet vagy halál múlhat. Rendben, a térképek azt jelzik, hogy vezet egy biztonságos út a Skadovsk és Janov között. Ha nem bánod, lemásolom az adatokat a PDA-ba. Ezért csinos kis kedvezményt ajánlatok neked. Feladat teljesítve, keres valakit, akit érdekelnek a térképek, aha. Na most várjál. Hogyha jó az én térképem, akkor azt jelenti, hogy én is most már, miután beszéltem vele, és leellenőrizte a térképem, most már én is saját magam elmehetek a déli területekre? Vagy csak az ő segítségével? Várjál csak. Ha most megnézem a térképemet... De. Nem mehetek rá, ugyanolyan homályos, tehát nem. Nem, ez csak arra volt jó, hogy kedvezményt kapjak tőle. Mielőtt elmegy... Lehet, hogy szakadj... Ja, a privát láda, tényleg! A privát láda... Privát láda... Oda néz. Ez az. ...45-ös. Jó, ezeket a lőszarokat el fogom adni. Egy ilyet elhasználunk, mert... nem akarom, hogy ott villogjon az a zöld izé. A pár lőszart eladom, és akkor elmegyünk arra az új területre. Nyem. Nem, még nem. Várjál, kinek tudtam eladni itt a... Neked van még pénzed? 13? Nem, bocs, nem. Ez így nem fog menni, bocs. Jó, akkor menjünk. Aha, most már csak 1000. Rendben, menjünk. Nem mindegy, hogy 3000 vagy csak 1000. Nagyon-nagyon nem mindegy. Utazás Zatomból Janovba.
14 a számú tipp. A stalkerek fegyverrel a kezedben nem engednek be a táborukba. A fegyvered elrejtésén nyom meg az annak megfelelő billentyűt. Igen. Ezt már megtanultam, kedves játék. Köszönjük a tippet. Új fent. Oh! Nem tudok csinálni semmit amúgy, tehát... Wir sind da! Die Janov-Station ist ein relativ sicherer Zufluchtsort in der Gegend Jupiter. Hier trennen sich unsere Wege, aber falls du mich brauchst, findest du mich vielleicht in der Bar. Okay. Zum ersten Mal hier? Ja. Ich bin auch noch nicht allzu lange hier. Nitro mein Name. Ich kümmere mich um die Ausrüstung. Ich kann alles reparieren, was du brauchst. Allerdings ist es hier nicht leicht, an gutes Werkzeug zu gelangen. Solltest du fündig werden, bringe es direkt zu mir. Und falls du Hilfe mit technischen Dingen brauchst, komm vorbei und ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, danke. Na, most kaptam meg az irányítást. Was soll ich tun? Wann ich gehe, verliere ich die Kohle. Wann ich nicht gehe, bin ich tot. Csodás. Flinta. Ауазота, руки откуда меры растут. Жаль только с долговцами тусуется. Tehát egy új főhadiszállásra érkeztünk. Aha, most itt vagyunk. Na így kell, oké, tehát így kell eljutni a déli területekre, értem. Tehát közvetlenül nem lehet csak így átsétálni, hanem csak gyakorlatilag csak kísérettel, tehát egy teljesen új mappot tölt be ugye ilyenkor a játék. Jupiter környék, rendelmes liget. Jó, itt van egy kivonási pont. Hú, az ott jó messze van akkor. Akkor én azt mondom, hogy a következő megállóban ezeken a területeken egy kicsit körbenézünk, és megnézzük ezt a kivonási pontot. Mert ugye jó lenne majd találni egy újabb ilyen szerszámkészletet, és akkor, hogy további fejlesztést tudjunk csinálni. Te itt ki vagy? Kremeny. Munkát, hogy őszinte legyek, nem tudom, de tudod, valamivel segíteni a szabadságot, keresd fel a főnökünket Janovban. Menj a déli szányba és keresd Lokit, ő az. Ne feledd, ha hiszel az emberi fejlődésben, öntudatban és a zóna ajándékának értékességében, a helyes döntést fogod hozni. Várjál, neked mit van? Aha. Figyelj csak! Jó, azokat kellenek. Tessék. Most már van 20 000 pénzem. Hey man, was geht ab? Te vagy itt a főnök. Jó, akkor veled majd később beszélgetek. Ja, danke. Itt. Aha. Az igen, hát ez budi a javából. Ez igen. Hallo. Siehst ziemlich blass aus, mein Freund. Ach was. Wäre es mit einer Spritze oder ein paar Pillen? Te vagy az itteni orvos. Jaj, de jó. Oké.
Nagyon remélem, öreg, kedves Csonkovás, hogy te nem akarsz majd úgy eltűnni, mint az előző... Mint az előző földi szálláson adok ki. Mert ha ez is el fog tűnni, akkor mérges leszek. Sage dir, wie man Controller tötet. Nun, ich bin zufällig auf eine große Menge Artefakte gestoßen und habe beschlossen, sie zu verstecken, solange ich noch unterwegs bin. Ich war schon zu erschöpft, um sie mitzuschleppen. Auf dem Rückweg bin ich schließlich zum Versteck gegangen und da war er. Ein Controller, der es sich direkt oben auf dem Versteck bequem gemacht hatte. Da habe ich mir gedacht, Controller hin oder her, ich hol mir mein Zeug. Mir wurde klar, dass ein Manipulationsscheiß nicht funktionieren würde, wenn ich mich irgendwie abschirmen könnte. Ich habe mir ein herumliegendes Metallgitter geschnappt und mich an dieses Biest herangeschlichen. Als es geschnallt hat, was da eigentlich vor sich geht, hatte ich schon ein halbes Magazin in seinen Schädel geballert. Als es dann versucht hat, mich zu manipulieren, habe ich ihm mit meinem Gewehrkolben in den Todesstoß versetzt. Und das war's. Ja, das ist ja meine Story, Flint. Ня. Петро Ревис. И начинает, как в кукольном театре. Левый череп так тонко. Семёныч, слушай. Тут же пара embernek majd el tudok adni pár dolgot, úgyhogy itt is tudunk egy kis pénzt keresni majd. Nagyszerű. Hello. Hello. Navigátor. Hadd nagy kovalcsuk. Oh! Hey, Bruder, denkst du nicht, dass sie ihn erschießen, sobald sie das Artefakt haben? Sie werden ihn definitiv erschießen, falls wir sie angreifen. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir das Artefakt verkaufen sollten. Damit wir neue Leute anheuern können. Чего заскучали, мужики? Diese Weise können wir besser gegen die Banditen vorgehen. Auf keinen Fall. Es wäre viel besser, wenn wir ihnen das Artefakt als Lösegeld geben würden. Denkst du nicht, dass sie ihn erschießen, sobald sie das Artefakt haben? Sie werden ihn definitiv erschießen, falls wir sie angreifen. A játék saját magától vette el a dialógus ablakot. Was geht? Hey, te úgy nézel ki, mint Putyin. Rohadjak el. Valamilyen anyagokat említettél. Igen, errefelé szinte képtelenség elektronikai alapanyagokhoz jutni. Felhasználtam mindent, amit találni tudtam, és ide nem szállítanak ilyen anyagokat, mert a fegyvereken nagyobb a haszon, viszont hallottam, hogy cementgyárnál még maradhatott valami. Miért lennének elektronikai anyagok egy cementgyárban? Csak a neve cementgyár. Már sokkal a Csernobili baleset előtt sem cementet gyártottak benne, leszerelték belőle, amit lehetett, aztán elektronikai készülékek gyártására kezdték használni az épületet. Miért kellenek neked azok az anyagok? Hát, javítok csúzlit, meg felszerelést. Elvégre valamiből meg kell élni. De az igazi szenvedélyem az elektronika. Tudod, te milyen jó érzés, amikor valami, amit te készítettél, működni kezd? Emlékszem, építettem egyszer egy zavaróadót. Igen hasznos volt, mindig bekapcsoltam, mikor a 100 rad bár hangos beszélője felébresztett. Megszerezhetem neked azokat az anyagokat. Az nagyszerű volna, ha találnál forrasztógyantát vagy kondenzátorokat, hozd el nekem, de akár már egy kis textolitnak is örülnék. Nagy pénzeket nem ígérhetek, de kedvezményt kapni fogsz, azt tuti. Keres alapanyagok Nitrónak, rendben. A szerszámokra van szükséged, tudok szerezni. Az csodás lenne. Jelenleg olyan, mintha a kőkorszakban lennék, csak bunkósbot helyett nekem tűzipálkám van. Ha volnának szerszámaim, csúcsminőségi módosításokat végezhetnék, és neked is lenne belőle egy kis pénz. Rendben, körül fogok nézni.
technikusan finom. Látod? És neki... Neki viszont nincs szüksége alkoholra. Ő nem követel vodkát. Tehát ő nem olyan alkoholista, mint az előző állomáson a másik csávó. Aha. Fiú, javítsd meg egyszer ezt, köszi. És javítsd meg ezt. És javítsd meg ezt. És javítsd meg... Ezt ne javítsd meg. Oké. Akkor... Vesz? Te jól elintézted magad, mi? Jó. Man sieht sich. Ja. Te mit ülsz itt a sötétben egyedül? Hello. Rabinovics. Hogy mint? Találkoztál egy Sarke nevű stalkerrel? Nem. Nem találkoztam. Oké, kösz. Was gibt's? Te aztán be vagy öltözve, barátom. Te találkoztál Sarkával? Nem. Oké. Okay. Hallo? Was führt dich hierher? Alezredes. Mit akarsz tudni? Te mit csináltok itt? Ugyanaz, mint egyébként védjük a stalkereket mindenféle kártevőtől. Láttad, milyen sok mutás van ezen a környéken, és ezek nem olyan aranyos kis állatkák, mint amikkel a Cordonnál találkozhatsz. Tegnap éjjel például saját szememmel láttam egy kimérát, sötétedett, ezért nem meredtünk a nyomába. És nem is a mutánsok az egyetlen probléma itt. Az elhagyott laboratóriumokat is át kell kutatnunk, és összegyűjteni a bizonyítékokat, mielőtt azok a félesző szabadságosok szereznék meg őket. Mi hozott téged a zóna közepébe? Most viccelsz? Téged mi hozott ide? Nem hiszem, hogy nagyon mellé fognék, ha azt mondanám, mindketten ugyanazonokból vagyunk itt. Pedig biztos lesz benne, hogy nem ugyanazonokból, mert én ügynök vagyok, ha-ha-ha. A zóna közepe mindig is elérhetetlen cél volt, az a hely, ahol választ reméltünk találni minden kérdésünkre. Meg akartuk tudni, hogyan jött létre a zóna, és hogyan lehet azt elpusztítani. Ezért indultunk el a középpont felé, amint meghallottuk a szóbeszédeket az agyperzselő kikapcsolásáról. Na és mit tudtatok meg? Elég sokat, de ez már bizalmas információ. Csak annyit mondhatok, hogy a zóna sokkal több, mint aminek látszik. Néhányunk úgy véli a zóna egy tumor, amit bármi áron el kell távolítani. Az alapján, amit láttam, én inkább azon a véleményen vagyok, hogy a zóna egy élő organizmus. És mi nem vagyunk többek benne élősködő baktériumoknál. Még ha a világ összes országának katonai erejét egyesítenék, akkor sem tudnánk elpusztítani a zónát. Ezért kell ennél okosabbnak lennünk. A zóna létének okát kell megtalálnunk és azt elpusztítani. És mi van, ha nem lehet elpusztítani azt az okot? Hát, ha az nem lehetséges, akkor valami más kell kitalálnunk, de remény még van. Tennünk kell a dolgunkat és remélni a legjobbakat. Hogyan lett belőle szolgálatos? Az unalmas történet, és semmi hősien sincs benne. Amint a zóna megjelent, egy lenya nevű barátom úgy döntött idejön körülnézni. Én akkoriban terepen dolgozó ügynök voltam. És most szándékosan hátat fordítok neked, és leülök vissza a székembe. Lenya pedig a hírszerzésnél szolgált. Szóval, nem voltunk épp béna alakok, de alaposan elintéztük magunkat. Órákon át kusztunk, sebesülten, vérezve. Míg a szolgálat végül belém botlott. Én túléltem, lenya nem. Nem voltak barátaim a zónában, ezért úgy döntöttem, itt maradok, a szolgálattal. Meg a történtek után a zónával is haragban álltam. Na és milyen a viszonyatok a szabadsággal? Hivatalosan háborúban állunk, de a zóna közepében más szabályok szerint zajlik az élet. Erre kevés a biztonságos hely, és sem a szabadság, sem a szolgálat nem rendelkezik jelentős létszámmal. Szóval mi értelme egymást öldösni? Ezért az iratlan szabály az, hogy kitérünk egymás útjából. De a szabály Janovon kívül nem érvényes. Odakint nagyon is háborúban állunk. Oké. Okay. Köszike az infókat. Oh, Man sieht sich, Starker. Ja, ja, ja.
túl erős itt a zseblámpa ahhoz, hogy lássam ezt a térképet, ha bár az sem olyan nagy felbontású, ahogy látom. Oké. Itt még nem jártam lent. Erre mi van? We love the yacht. Na, jól. Én vadász vagyok, neked nem szükséges bemutatkoznom. Aha! Aha! Neki kellett elhozni az infót, hogy megöltök a kimérát. Te mivel foglalkozol? Nos, a nevem vadász, és korábban stalkereket veszélyeztető mutánsokra vadásztam. Manapság megrendeléseket veszek fel, és fiatalabb vadászokhoz továbbítom őket. Megképzem is őket, vadászati taktikákat tanítok nekik. Miért nem vadászol már? Öregszem, haver. Ezért halt meg Róka. A társam és barátom volt. Sok dögöt vadászunk le együtt, vált válnak vetve. Aztán Zatonban belebotlottunk abba, a két kimérába, pedig olyat már 18 hónapja nem látok a zónában. Az egyik ledöntötte a lábáról Rókát, mielőtt egyáltalán a puskámra nyúlhattam volna. Mikor a másikat megsebesítettem, elfutottak, hogy vinni el az ördög mindkettőt. Megpróbáltad megtalálni a kimérákat? Nos, az egyikkel a sebesült elbántál. A másik... Honnan tudod, hogy elbántál vele, amikor még nem is mondtam el ezt az információt? Hm? Azt a mindent, gondolatolvasó a csávó, ez veszélyes. A másik, amelyik megölte Rókát. Hát, annak elvesztettem a nyomát, mintha fölnyelte volna el. Szegény Róka, jó ember volt, de hát akkor senkinek sem kegyelmez. Gonta és én megöltük a kimérát Zatonban. Köszönöm neked. Minél kevesebb ilyen dög van a környéken, annál jobb mindannyiunknak. És ha még annak a másiknak is a nyomára tudnánk, tudnátok akadni. Akkor kapok még 2000 pénzt, a másikat is megölöm. Feladat teljesítve nagyon jó. Van bármi egyéb munkád a számomra? Persze. Láttok egy falka mocsári vérszopót a láposban a cementgyár mögött. Úgy tűnik egyelőre a mocsarokban maradnak, de a helyi stalkerek szeretnének gondoskodni arról, hogy ez örökre így maradjon, ha érted, mire gondolok. 3000-et adnak az egész falkáért. Megteszed? Meg. Nagyszerű, jó vadászatot. Öld meg a mocsári vérszopókat. Oké. Beszélj a mutáns vadászatról. Zsonglőrök, kísérletek, kisóriások, irányítók, kimérák. Menjünk sorba. A zsonglőrök gravitációval támadnak. Ha közel vagy, téged löknek el. Ha távolabb, más dolgokat löknek feléd. Az a kék köcsög akkor az volt, ugye? A legjobb megoldás, ha közepes távolságban vagy és mozgásban maradsz. Ha csak nem szereted, ha nehéz tárgyak zuhognak rád. És igyekezz megőrizni az erődet. A zsonglőr képes irányított gravitációs impulzusokkal kicsavarni a fegyvert a kezedből. Ami ha fáradt vagy, még sikerülhet is neki. Aha. Tehát... Akkor ez volt a... Az egyik helikopáternél ugye volt ilyen, hogy valami dobálta nekem a ládákat, akkor ez egy valószínűleg zsonglőr lehetett. Kísértetek. Hát vajon mi ez a kísértet? Kétféle kísértet van. Az egyik gravitációt használva dobált tárgyakat az ellenségére, a másik pedig a tűzkísértet, ami megpróbálja a lángjaival elégetni. A tapasztalatlan stalkerek körülöttük körözve próbálják elkerülni a támadást. A trükk viszont abban rejlik, hogy tudd, a kísértetek nem látnak vagy hallanak a szó hagyományos értelmében, amit kihasználhatsz. Azt érzékelik, ahogy a tárgyak mozognak a gravitációs mezőben, ezért a tapasztalt vadász megdermed, amint észreveszi kísértetet. Majd lő egyet, majd megint megdermed, és így tovább. Kisóriások. A kisóriás vadászat legnehezebb része a megölésük. Hatalmas mennyiségű sérülés képes elviselni szemrebben és nélkül. Csak azt tudom javasolni, hogy a sörétes puskát érdemes használni közelről. Csak ne feledd, hogy a támadása bármit elrepít, ami nincs lecsavarozva. Felülről támad, és győződj meg róla, hogy amin állsz, bírja a gyűrődést. Értem. Irányítók. A saját elmédet használják fel ellened, mikor irányítóra vadászol, fontos, hogy használj fedezéket, mert látnia kell téged, hogy hatni tudjon az elmédre. Ezen felül igen lassúak, szóval ha az életedetét, használj gránátot. Oké. Kiméra. Nagyon veszélyes éjszakai ragadozók. A sötétség leple alatt igyekeznek mögéd kerülni és rádugrani.
Ha tudod, hogy ki mire van a közelben, nézeges hátra és fedezd a barátaidat. Oké. Köszike. Közben főhősünk megint éhezik. Tessék, egyél a szalámit. Éjjné. Itt lehet aludni. Oké. És itt van a privát láda. Jó. Érteni. Zó. Mit nem néztem még meg? Hát a főnökkel nem beszéltem. Ho, hát persze. Komm her, Bruder! Ich habe alles, was du brauchst. Ő sima eladó. Azt a cirkusz. 7500. Hú, ennek van ára rendesen. Egy ilyenem már van ez. Az is 6000 pénz, az egy új. Az igen. És egy ilyen alká, 4500. Ez a fegyver nagyon rossz. Pisztolyok nem érdekelnek. Irányzék. Hát legfeljebb, ha majd nagyon fog kelleni, akkor... Aha. Ez jó drága nála a lőszar. De ennek is végtelen, ugye... Végtelen pénzmennyisége van, úgyhogy elvileg... És ő... Elvileg elfogad fegyvereket is, vagyis most érkeztünk el a játék azon pontjára, ami nekem kedvező lesz, ahol elméletileg, ha jól látom, akkor itt majd lehet farmolni rendesen, tehát hogyha... Hogyha majd találok sok... De veszek majd fel fegyvereket, meg mindenféle cuccot, akkor nála el tudom adni végre. Ha csak... Remélem, hogy ő nem lesz kényes majd a fegyver állapotára, az még kérdéses. Beszéljünk a nagyfőnökkel is. Te vagy az, ugye? Komm rein, Mann! Entspann dich, fühl dich wie zu Hause! Danke! Loki! Beszélj a szabadságról! Az hosszú történet, mit akarsz tudni? Mit csináltok itt? Biztosítjuk, hogy a különféle hivatalok ne rejtegethessenek semmit az egyszerű emberek elől. És most szimplán elsétálok előled, mert nincs kedvem többet pofázni. Így leülök ide, így. Végleg? Igen, sok szerencsét. Na szép. Tudod, hogy hogy van. Amint találnak egy új tábort vagy dokumentumokat, amik fényderítenek a zóna titkaira, azonnal katonai műveletet indítanak, és úgy kipucolják a helyet, mint egy francos porszívó. Az egyetlen módja, hogy megtudjunk valamit, ha mi érünk oda előbb. Mi az a titeket az zóna közepébe? Hát a srácok szeretnek mindenfelé elkúszálni. Csak vicceltem, ez egy lehetőség, hogy olyan dolgokat találjunk, amiket még nem látott a világ. Sem a hadsereg, sem a stalkerek nem jártak itt ezelőtt, ezért bárhova is nézel, valami újat találsz. És találtatok már valamit? Pár zárt ajtót, meg néhány furcsa, új képződményt. Hogyan kerültél a szabadsághoz? Hát, összebarátkoztam a szabadság vezetőivel, mikor még zóna se volt. Persze akkor még nem voltak vezetők, csak egyszerű hippik. Így mikor a zónába jöttem képződményeket keresni és ismerős arcokat láttam, úgy gondoltam, akár lóghatnék azokkal is, akiket már ismerek. És mit gondolsz a szolgálatról? Hogy idióták, azt gondolom. Mégis mi a fenéért akarnák ezek elpusztítani a zónát? Nem fogyaszt értékes erőforrásokat, nem is növekszik. Nem csinál semmit? Ülhetnénk itt nyugodtan és tanulmányozhatnánk kedvünkre. Gondolj csak bele, hány tudományos áttörés születhetne? Hiszen az emberiség eddigi egész történetében senkinek sem sikerült még felfedezni az antigravitációt, igaz? A zónában meg itt hevernek szana szét a működő antigravitációs eszközök. Nem volna rossz kiebrudalni őket innen, de nem éri meg a fáradtságot. Jut eszembe, ne tévesszem meg az itt Janovban köztünk levő viszony. Háborúban állunk, csak éppen Janovot semleges területnek nyilvánítottuk, ha érted, mire gondolok. Aha.
Igen, ugye a másik csávó az a szolgálathoz tartozik, és ő mondta, hogy, ugye, hogy el akarják pusztítani az egész zónát, pontosabban az okot, amiért az létezik és fennmarad, azt szeretnék elpusztítani. Ő viszont a szabadsághoz tartozik, és ugye ez a kettő frakció, vagy két, hogy mondják ezt, két nagy banda, és egymással háborúban vannak, de ugye most egy épületben van a két vezér, és ezen a területen ugye fegyverszünet van. Oké, hagyjuk. Viszlát legközelebb. Azt hittem, hogy ő fog legalább egy küldetést adni, vagy ilyesmi. Szarkával találkoztál? Nem sokat ismerek a környébeli független stalkerek közül. Schon wieder verletzt. Du bist ein echter Draufgänger, was? Schon wieder verletzt. Nem is sérültem meg. Miről beszél ez? Na jó van, oké, akkor mai rész is egy picit hosszabbra nyúlt. Így a 98. percben akkor köszönöm szépen a figyelmet, akkor elköszönök. Szerintem azért sikerült mai részben is viszonylag sokat haladni. Átjutottunk a déli területre, beszéltünk itt sok mindenkivel, megtudtuk, hogy megismertük a két bandát, akik háborúban állnak egymással. Várjál csak! Öld meg a mocsár, aha! Felvettem néhány új küldetést, ugye, elektronika. Nagyon jó! Na, végre ezeket bejelöli a térképen. Jó van, fejlődünk, és akkor arra vannak a fő küldetések. A keleti része is vajon el fog engedni? Feltételezem, hogy igen. De akkor majd... Habár, annyira nem vagyok benne biztos, hogy el tudom menni a keleti részbe. Nem. Nem. Itt is ilyen homályos a térkép, látod? Szerintem ez megint külön szekció lesz. Ez itt. Feltételezem, de aztán majd meglátjuk. A következő részben minden esetre megpróbálom megcsinálni ezt a két mellékületést. És ha utána lesz időnk, akkor megnézzük ezt a következő kivonási pontot, itt azt a 205-öst. Illetve megnézzük még egy-két ilyen helyet. Ja. Na, úgyhogy, köszönöm szépen a figyelmet, és ha tetszett, nyomj a lájkot, és tartsanak legközelebb, innen folytatjuk majd a Stalker 3-at, szevasztok!